Sziasztok, ez itt a Shadow of the Ninja. A Natsume adta ki 1990-ben. Ha minden igaz, akkor Európában egy évvel később jelent meg Blue Shadow néven. Szóval lehet, hogy néhányótoknak így ismertebb. Amerikai Egyesült Államok 2020 akárhány, nem volt időm elolvasni. Garuda császár diktatúrája miatt. Rengeteg élet veszett oda. Hú, megnyugodtam, már majdnem azt hittem, hogy megint bajba fog kerülni a szabadságszobor, hogy megszabaduljanak az elnyomótól. Az árnyak mögül támadnak. A nevük Ninja. Micsoda vállai vannak a lánynak. Biztos vagyok benne, hogy heti három alkalommal egész nap oldalemeléseket tol. Jó, mondjuk a csávó is eléggé jól ki volt pattintva. Nem azt mondom. Na, és ez egy ilyen tipikus, oldalnézetes ugribugri ninjás akciójáték, ami a különlegessége, hogy van kooperatív módja is. Ráadásul úgy, hogy egyszerre tudjátok ketten irányítani a karaktereket. Ami akkoriban nem volt ugye egyértelmű, például a Super Mario Brothers 3 is úgy volt csak két játékos, hogy amikor az egyik őtök meghalt, akkor sorra került a másik. Hát most én az egyjátékos módot viszem, de egyszer mindenképpen megéri kipróbálni a kooperatívot is. Itt van a két karakterünk, Hayate és Kaede. Játékmenetben semmi különbség nincsen köztük. Színben egy kicsit eltérnek annyi. Hát választom Kaedét. Legyen egy kis reprezentáció. Másik ninjás játék most nem is jut eszembe, ahol lenne női főszereplő. Legalábbis Nintendo korszakból. Aztán később volt pár, de na mindegy, vele leszünk. A kezdő fegyverünk a katana. És nem kéne már rögtön itt sebződnöm, de hát még hozzá kell szoknom újra. És nem tudok így fölkapaszkodni, hogyha ennyire ugrál össze-vissza az ellenfél. Fú, de sokat sebződtem, ez szörnyű. Mindegy, lehet így fölkapaszkodni helyekre és visszaesni. Másodlagos fegyver, a shuriken, ebből kapunk 20-at. Na, nem ugrassz ide föl? Azért. És vannak bizonyos helyeken elrejtve dolgok, például itt a ládáknál. Most fölvettem egy katonát, és hogyha olyan fegyvert vesztek föl, ami egyébként már megvan nektek, akkor egy kicsit fölfejlődik. Na, ez itt egy másfajta fegyver, ez a Kusarigama, és nem veszem föl, mert sokkal jobb fölfejleszteni a katonát. A Kusarigama az egyébként egyfajta ilyen egyenesebb tengelyű sarló, egy lánchoz erősítve. Mezőgazdasági eszköz volt, amit lehetett így alkalmi fegyverként használni, és azt hiszem, hogy a láncra még egy súly is van erősítve. Annyira nem néztem utána. Ó, de gyors ez az ellenfél. Egyszer-kétszer becsúszik. És aztán van időtök kicsit ellátni a baját. Mert amikor elkezd püföldi, akkor annyira nem gondolkodik, hogyha ott legugoltok, akkor nem fog előtt, nem fog eltalálni titeket. Még akkor se, hogyha pontosan előtte vagytok. Na. Egyébként ennyi volt az egész történet, amit az elején olvashattunk. Hihetetlen kusza, szerteágazó, komplikált cselekmény. Remélem nem vesztettétek el nagyon a fonalat. Megnéztem egyébként külön még a könyvecskét is, ami járt a játékhoz. De még ott se kaptam nagyon részletesebb leírást. Szóval tényleg ennyi. Van valami diktátor, és akkor két ninja megy, hogy legyőzzék. Egyébként vannak ilyen nagyon
gyorsan futkározó nincsák, ezek nem sebeznek, de... De ellöknek titeket, szóval, hogyha valami... Valami nagy mélység van a közelben, vagy más ellenfél, akkor kicsit idegesítőek tudnak lenni. Na például most... Ez simán lelökhetett volna oda az árukba. Ami egyébként nem instant halál, csak eléggé leveszi az életünket. Szóval, hogyha most leesnék, akkor azt hiszem, hogy... Nézzétek, már ott folyton esik le egy ninja balra. Zseniális. Szóval azt hiszem, hogy az életem harmadát vagy felét elveszteném, és újra itt megjelennék. Egyébként kifejezetten jó, hogy nem instant halál a leesés feltétlen módon. Mert ez egy olyan játék, ahol csak 5 életet kaptok. Na, a shuriken mellett második ilyen extra fegyver, ez a bomba. Ezeket a fegyveres ellenfeleket amúgy csak akkor sebezhetitek, amikor előre tartják a fegyverük. Na, nézzük. Jó. Elég erősek ezek a bombák. Hú. Hoppa! Na, demonstráltam is, hogy mi történik, hogyha leestek. És az a baj, hogy ezt most nem igazán láthattátok, de vannak titkos helyek. Mint az a láda a múltkor. Most például találtam egy... tekercset. Hogyha egy tekercset fölvesztek, akkor fölfejlesztitek az éppen nálatok lévő fegyvert maximumra. Szóval látjátok, hogy a katana az eredetileg ilyen fél méterre tudott elérni. Most meg egész messze támadhatunk vele. Itt a boss. Hát látjátok, mi történik, eléggé gagyi robot. Amikor lefelé száll, akkor... Kicsit trükkös tud lenni néha, de amúgy nem nehéz. Amit még nem mondtam nagyon, az az, hogy mi a különbség a katana és a kusarigama között. Hát a fő különbség az az, hogy a katana az alapból nem ér el túl messzire. Illetve csak előre lehet vele támadni. Még azzal a láncos sarlóval több irányba is fölfelé. Egyenesen is, meg srégen is fölfelé. Viszont az egy fokkal lassabb, az az egyetlen hátránya. Én valamiért jobban szeretem a katonát. Olyan alapfegyver. Na, második pálya. Eddig bírtuk csatorna pálya nélkül. Micsoda dolog ez. Megpróbálom rögtön kiszedni ezeket a ninjákat, amint földet érnek. Mert van náluk ilyen köpőcső, vagy valami mást is elkezdhetnek dobálni. Szóval az nem lenne túl kellemes. Nézzük. Na, a shurikeneket dobálnak. Ú, és az én shurikenem az most hőkövetős. Figyeljétek! Azt hiszem, attól is függ, hogy a másodlagos fegyveretek milyen, hogy az elsődleges fegyveretek az mennyire van fölfejlesztve. Szóval azt hiszem, hogy a bomba is olyan, hogyha csak alapszinten vagytok, akkor így magatok alá dobja a karakter. Viszont, hogyha egy kicsit erősebbek vagytok, akkor így fölfele dobja, vagy előre. Ó, ez viszont most kifejezetten rosszul jött, hogy hőkövetős volt a shuriken, mert mármint most már kunai, látjátok, változik. Most kifejezetten rosszul jött ez ki, mert nem az előttem lévő ellenfelet találtam el, hanem elvándorolt valahova máshova a csillag. Hát ez van. Na, nézzük, mit tehetek. Szerintem csak odaszaladok elé most. Egy kicsit nehéz
jól időzíteni. Kis szerencse is kell hozzá, de amúgy kiüthetitek a levegőből a bumerangokat. Azt meg ugye nem kell mondanom, hogy ezek a gőzök eléggé, hát sebezni tudnak. Oké, és lassan kikecmergünk már a csatornából. Na gyertek! Próbálnak itt velem trükközni. Na, megint maxon vagyunk, remek. Ez egy ilyen titkos helynek tűnik, de úgy látom nem az. Ezen csak átugrok szerintem. Néha jobb ötlet kihagyni az ellenfeleket. Például ezeket is, mert hogyha megütitek ezeket, akkor ilyen dolgok történhetnek. Hogy a robotnak a lába elkezd szaladgálni. A felső teste pedig elkezd repkedni. Mondjuk azt jól kiszedtem most. A bomba az egyik leghatásosabb fegyver. Lehet, hogy nem kellett volna pazarolnom ennyire. Nem baj, ez a pálya szerintem még nem lesz nehéz. Ó, azt hittem, hogy ezek csak kétszer csúsznak be, és utána már elkezdenek püfölni előre. De nem, úgy tűnik, hogy mozgékonyabbak. Na megvárom, amíg mindkettő elkezdott ütni balra, és... Szuper! Igen, ez az első pálya fő ellenfele volt egyébként, most már így alapellenfélként jelenik meg. De igazából ez nem is probléma, mert ad nekünk életet, hogyha legyőzzük. Hoppa, hoppa, hoppa. Na szóval egy nagy tank a csatorna pálya végén. Hogyha itt legugolunk, akkor nem találnak el a lefelé eső tüzek. A lézert azt ott lent kiszedhetjük. De nem muszáj. Egy kicsit segíthet. Például... Jaj, most pont nem jött így össze. Nem baj, még van elég életem. Na, hogyha nincs itt az a lézer, akkor itt már nagyon simán elbújhatunk a tűzeső elől. Mondjuk, vaj, ez majdnem eltalált így is. Egy, kettő, és meg is lennénk. Hogyha legyőzünk egy bosst, akkor mindig egy kicsit visszatölti a játék az életünk. Ami rendes azért. Nem a legrendesebb, mert azért az egészet is visszatölthetné. De hát jobb, mint a semmi. Na, itt van megint ez az ellenfél, szerintem inkább ezeket kihagyom, ha lehet. Mondjuk ő itt pont rossz helyen volt. Na ez a jó a katanában, hogy olyan gyors, hogy néhány esetben ki tudjuk szedni azokat a robotokat teljesen, mielőtt elkezdene röpködni a fejük. Na lőj egyet. Most. Élet az nekem kell. És az a baj, hogyha túl sokat sebződtök, akkor visszafejlődik a fegyveretek. Nem tudom, hogy azt már észrevettétek-e. Na, erre a titkos helyre is még emlékeztem. Nem fogom megszerezni az összeset, mert... Hát... Nem néztem utána, hogy hol van minden. Egyszer-kétszer már kivittem ezt a játékot, szóval... Valamennyire tudom a titkos helyeket.
Nem éri meg túlságosan spamelni egyébként a másodlagos támadást, shurikent vagy kunáit, mert hogyha túl gyorsan dobálóztok, akkor néhány lövés nem fogja eltalálni az ellenfeleket. Nekik is van ilyen sebezhetetlenségi idejük. Jaj! A meggondolatlanság. Oké, ugorjunk ide mellé. Sima. Ó, igen, ezek több irányba is lőhetnek. Nincs a csillag, az kell. Egyszer be fogom mutatni, hogy a másik alapfegyver milyen, de... Hát inkább majd a játék végén. Ott lesz olyan szituáció, amire pont jó az. Ó! Na igen, ezért is könnyű titkos helyeket keresni. Hogyha van hőkövető shurikenetek, akkor azok is néha célba veszik a titkos helyeket. Na, eljött az idő a bossra. Na ezért viszont rossz a shuriken. Eltalálom az ellenfelet, erre felém esik. Azt hiszem, hogyha például a kuszarigamát használjátok, akkor is megeshet, hogy... Ez nagyon rossz szituáció, de megvan, oké. Viszonylag jó szituációban vagyok, mert egyrészt katonám van és fel van fejlesztve. És így kiüthetem ezt az ellenfelet, mielőtt még akár támadhatna. Na jó, nem mindig, de... Egész következetesen. Hogyha csak alapfegyveretek van, akkor azt ajánlom, hogy... Hagyjátok, hogy támadjon, kerüljétek ki, és utána... Egy kicsit több időtök lesz megcsapkodni. Meg is lenne ez a szamuráj. Ez még egy viszonylag egyszerű boss. De... Mondom, hogyha másik fegyver lenne nálatok, akkor nehezebb, mert... Mert nem a másik irányba... Löknétek el feltétlen, hanem akár felétek is, és akkor ugye sebezne. Jó, te nem érdekelsz, én csak megyek tovább. És most már a fejlesztések igazából semmit sem érnek. Amíg meg nem sebződök. A harmadik pálya az ilyen... Lerombolt város lehetett, vagy micsoda? Háztetőkön mentünk. És most mit csináljok? Megpróbáljak csak úgy átfutni ezen a részen. Ezek is ki tudják védeni a támadásainkat. Jaj, teljesen úgy néz ki, mintha ezek ilyen mini repülők lennének. Tudom, hogy messzebb vannak, de a perspektívából ez nem látszik így. Nem rongálhatjuk meg az ellenség repülőit? Jaj, az nekem nem kell. Megvárom, hogy eltűnjön. Jó. Jobb, mint a semmi. Nézzük csak. Egyszer fent, egyszer lent lőnek ezek. Ha türelmes vagyok, akkor szerintem itt nem lesznek egyáltalán bajok. Ezeket a villogó vackokat ki lehet ütni, és akkor annyi az egész lőállásnak. Ez már bonyolultabb lehet. Ja, várjunk csak, fölvettem valami bombát.
nem? Pont jó. Pont jó helyre dobtam, mit ne mondjak. Na így. Egy megvan. Kettő. Oké, vissza tudok még menni? Hát annyira már nem. Lehet, hogy most lemaradtam egy kis életről. Lehet így trükközni. Hogyha itt megpróbáltam volna lejönni, akkor végtelenül, mármint megállás nélkül lőtt volna felfelé ez a pali. De úgyhogy egy kicsit hátra mentem, elkezdett szaladgálni ide-oda. Jó kis mesterséges intelligencia befolyásolás. Jó, itt lennie kéne valaminek. Várjunk csak. Szerintem ott volt az elején. Aha. Először följövünk ide. Nincs élet. Hogyha egy kicsit visszajövünk, akkor már van. Gyanút kelt a játék, hogy micsoda? Miért lehet úgy több helyre fölmenni, hogyha sehol nincsen semmi? Szóval, hogyha még egyszer megpróbáljátok, akkor... Lehet azt mondani, hogy őrültek vagytok, de végül is kaptok élesztőt, szóval... Nem rossz deal. Ezek meg ilyen újfajta ninzsák, elkezdenek pörögni, mint a szélvihar. Eléggé mozgékonyak, de... Szerencsére túl sok életük nincs. Jó. Tipikus gyártósor. Egyébként ez még egy... egész jó pálya. Azt tűnt föl, hogy a legtöbb pályán nincsen semmi sem a háttéren, ami mozogna. Az első pályán például teljesen jó volt az eső, de a legtöbb háttér az statikus, nem történik semmi. Még ezek a futószalagok meg minden egész jól megvannak oldva, és ezek a shurikenek már megint mit keresnek ott balra? Itt még várok egy kicsit. Nem akarok életet veszteni, hanem muszáj. Oké. Megnézem azt is, hogy lent mi van. Lehet, hogy jobb. Hát fölveszem. Bomba azért csak erősebb. Még ha kevesebbet is kapunk. Na, azt az életet most nem tudtam megszerezni. Ez most egy másik, vagy újra jön? Hoppa, hoppa, hoppa! Lehet, hogy újra jött. Nem emlékszek, hogy... nagyon sokan lennének itt. Amúgy ezek az ellenfelek úgy néznek ki, mint hogyha valami robbanás effektet vettetek volna, és csak az egyik képkockáját mutatnátok. Látjátok, az konkrétan egy robbanás effekt. Ez veszélyes lehetett volna. Hogyha megsebez az a szél ninja, akkor visszaesek. Mi történik? Hogyha googolok, akkor felfelé megy a platform. Ez aztán a furcsaság. De legalább így... könnyebben ki lehet szedni. Jó. Max élet. Közepes erősségű. Katona. Én azt hittem, hogy ezek a platformok akkor mennek felfele, hogyha ugrálni kezdek rajtuk. De nem, akkor is, hogyha googolok. Ez azért... meglepő. Nincs itt semmi titkos.
Hát nem probléma. Ciao. Ha nem muszáj, akkor nem törődök vele. Hey. Na jöhet a légi erőd fő ellenfele. Sólyomtábornok. Akinek a támadásait nem kerülgetem túl jól. Még egyet. Tényleg nem tudom, hogy kéne kikerülni ilyenkor. És már fél életem van. Ő pedig még csak most alakult át. Fúzionált a solymából. Na ebben az a nehézség, hogy... hogy ne találjon el. Az a baj, nagyon gyorsan száll ránk mindig. Mikor a lézerezést csinálja, akkor próbáljatok aláfutni. De ilyenkor az a baj, csak úgy nem talál el, hogyha éppen tőle elfele szaladtok, amikor lejön. 10. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lehet, hogy számolgatni kéne a szárnycsapásait, hogy tudjuk, hogy mikor jön le. Ajaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, szóval lézerezés után. Annyi időnk van, egy élettel ment, oké. Ez közel volt. Lehet, hogy például lézerezés után, 9 szárnycsapás után száll le. Amúgy meg... ilyen, nem tudom, 15? Annyi körül lehetett? Na mindegy, ezt pontosan nem tudtam megszámolni most, de... végülis az a lényeg, hogy ment. Na, ezek az ellenfelek... kicsit bonyolultak. De hogyha elég messze szaladtok, akkor ezek így eltűnnek, erre emlékeztem. És itt most nagyon lassan és óvatosan kell haladnunk. Mert ez egy jó kis akadálypálya. Aha. Hogyha egy többször egymás után nekiugráltok a plafonnak, akkor jobban fogjátok látni, hogy mi van fent. Most például lesz idő szerintem. Ezek meg ilyen aknák, amik fölrobbannak, hogyha közel jutunk hozzájuk. Oké, ninja csillag, az jól jön. Ugorj elém. Lehet, hogy újra kéne kezdenem. Az se lenne egyébként rossz stratégia, mert... na jó, most már nem érné meg, most inkább próbálkozok. De hogyha nálam lett volna, mit tudom én, az a 20... shuriken vagy kunai, akkor úgy kezdtem volna a pályát újra, hogy azok még megmaradnak. Jaj! Ez nem kellett volna, hogy megtörténjen. Most! Oké, egy kis élesztő. És rögtön utána sebződök. Tipikus! Na nézzük, ezt ki kéne szedni? Ah, szerintem igen. Csak szépen, türelmesen. Most még megvan az esélyem rá, hogy halál nélkül menjen az egész játék. Nem mondom, hogy sok esélyem van rá most ennyi életerővel. És egyre kevesebb, de... azért... azért próbáljuk meg, hogyha már itt vagyunk.
Jó. Rajta lehet, hogy csak át kéne ugranom. Amikor ellövi az öklét, így. Oké, sima. Nézzük, hogy támad ez. Ide jöhetünk, itt biztonságos. Jaj! Miért ilyen gagyi most a bomba? Ó, még másodjára is rá kéne dobnom. Kettőt sem ez, ugye? Lehet, hogy most már nem lesz túl sok esélyem. Ó, még mehetett volna. Nem, csak egyet sebez, de jó. Nem sokat élesztett ez, de... Úgy tűnik, hogy azt akarja a játék, hogy... maradjon izgalmas. Ó, te! Jó, én itt megyek tovább. Ez az utolsó pálya, hiszitek vagy sem. Nem a leghosszabb játék, az biztos. Ezek valamilyen hangya szobrok lennének itt? Vagy valami alien? Na jó, próbálkozzunk tovább. Dobjad. Próbáljam kiszedni ezt a dobálózós ninját. Lehet, hogy hagyhatom. Jaj! Pont eltalált volna. Oké, csak menjünk tovább. Hát itt fölveszem szerintem inkább a kuszarigamát, mert itt pont jól jön, hogy fölfelé is tudunk támadni. Ujjaj. Bomba. Jaj! Na, utolsó pályán első halál. Ráadásul az autoscroller pályán. Na, de legalább láthatjátok, hogy milyen egy game over. Megjelenik, hogy 5 folytatási lehetőségetek van. És pálya elejéről újra lehet kezdeni. Ami nem nagy probléma, mert ez a pálya eléggé rövid volt. Oké. Hát lehet, hogy itt el is használom a shurikeneket. Ezeket úgyse lehet fölfelé dobni. Ó, és tudjátok, hogy így most mi lesz a jó még? Hogy második szintű lesz a fegyverem. Támadjatok. Se baj. Együtt még sebződhetek talán. Ó, de belassul a játék, hogy mindenki dobálózik itt egyszerre. Nem erre tervezték a Nintendót. Ó, de sok élete van annak a... mit tudom én, pinceászkának. Hoppa, hoppa. Nem érdekel, fölértem. Tekercs megvan, és a másik ládát is föl tudom szedni, hogyha jól csinálom, amit csinálok. Jaj, szerintem már nem fog menni. De még pont ment! Ez úgy történik, hogy az egyik létrán nem fölmásztam, hanem felugrottam. És ez most azt jelenti, hogy maximum szintű a fegyver,
Látjátok, fölfelé is lehet támadni, de ezt már mutattam is. Na, próbálkozzunk. Ó, igen, amikor leérkezik a Garuda, vagy hogy hívják, uraság, akkor támad egyet előre. Mondom ezt, és megint hagyom, hogy eltaláljon. És ilyenkor üthetjük párszor. Aztán jön és fut, ugye? Kicsit meghátrálunk. Jó lesz ez. Főleg, hogyha nem hagyom, hogy eltaláljon. Most mi történik? Na most fog futni ide, ugye? Egyébként látjátok a sárkány szobrokat, hogyha megpróbálnátok visszamenni a létrán, miután megjelenik a boss, akkor azok is támadnak. Ujjaj. Mennyit sebzett egyszerre? Wow. Na se baj. Most már biztos menni fog. Nem is kell nekem az a max szintű fegyver. Csak menjünk előre. Jól érzékelem, hogy ez erősebb, mint a katana. Mint hogyha katonával kétszer kellett volna eltalálni ezeket a pajzsos, szurkálós ninzsákat. Ó, tényleg, úgy volt, hogy ezeket elhasználom. Jaj! Oké. Na most már csak egy dobálózós van. És egy dobálózós, az semmi. Látjátok, mennyivel jobban megy? És jaj! Az ott eltalált volna. Ez a pinceászka. Tényleg jó sok élete van. Csak azért van ott, hogy zavarjon. Nem érdekelsz? Tudjátok mit, csak megyek tovább. Mit érdekelnek engem ezek az alapellenfelek? Na szóval úgy szerezhetitek meg a másikat, hogy itt ugrotok. Mert hogyha mászni próbáltok a létrán, akkor csak addig mászhattok, amíg a képernyő tart. Viszont hogyha felugrotok, akkor úgymond nem állít meg titeket a képernyő teteje. Na most már sima lesz, ugye? Jaj. Jobban kéne figyelnem, hogy merre dobálja ezeket a füstgránátokat, vagy mik ezek? Valami olyasmi. Oké. Amikor földet ér, akkor minden alkalommal guggolni kell. Na és most kezd el nagyon. Ujjaj! Véletlenül másztam le, csak guggolni akartam. Oké, egy élet ez is, wow. Szóval látjátok, hogyha véletlenül a létrán lemásztok, ami akkor történhet meg, hogyha ott próbáltok guggolni, akkor a sárkányfejek tüzet lőnek rátok. Na hát ennyi lett volna ez a játék. Hány halállal? Két halállal? Egy vagy kettő volt, nem számoltam.
az élet halál küzdelem végén. Jók egyébként ezek a képek. Stílusos. Fölül kerekedtek Garudán. A ninzsák visszatértek az árnyak közé. Hogy egy folytatást se kapjanak. Mármint, hogy ahol várni fogják a következő nagy csatát. Ja, szóval ez... ebből nem lett sorozat. Azt hiszem, hogy amit kiadtak Ninja Gaiden Shadow néven, az eredetileg ennek a folytatása lett volna. De aztán... aztán hagyták az ötletet. Az egyébként Game Boy-ra jelent meg. Na, egész jó játék szerintem. Mindössze 5 pálya, ami... hát rövid. Kifejezetten rövid. Még a Ninja Gaiden 1-hez képest is. Iku Mizutani a hangját felelős ember. Kétfajta diák létezik. A szép jó reggelt kívánok Kovács tanár úr és a Mizutani. Jaj. Ez is bizonyíték a japán-magyar rokonságra, vagy mi. Itt nézem egyébként közben a neveket, mert jó, producer például Kazari, de nem, akkoriban a játékok többségében nem volt feltüntetve a fejlesztők teljes neve. Itt ez egy ilyen kellemes meglepetés azért. Na, ennyi lett volna a Blue Shadow, vagy Shadow of the Ninja. Rövid játék, de a platformerkedésben jó. Egy kicsit kevés életet kaptok, szóval első látásra valószínűleg nem fogtok a végére érni, inkább olyan, nem tudom, harmadik pályáig, negyedik pályáig jobb esetben. De emlékszek, hogy azért ez úgy... nem tudom, háromszor vagy négyszer kellett neki esnem, hogy végül sikerüljön. Kb. Viszonylag sokfajta fegyver elérhető, és... hát... bosszok is egész érdekesek, meg az ellenfelek is. Nem mondanám egy hú de nagy játéknak, de hogyha valakit érdekel a műfaj, akkor ezt is megéri kipróbálni. És azt hiszem, hogy most így már... ja... semmit nem tudok csinálni. Ez a vége. Itt már csak hallgathatjuk a zenét. Szóval lehet, hogy egyszer kipróbálnám két játékos módban, hogy akkor mégis mennyire... kezden el akadozni a játék. Láttátok itt a végén, amikor túl sok ellenfél volt már egyszerre a képernyőn. Egy kicsit azért megterheli a konzolt. Na de... addig is írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok erről, és a következő akármíg. Sziasztok!